semmiért, egészen. El szoktam felejteni, hogy színészként néha érdemes úgy gondolkodni, hogy mi az, amit egy nő elmondhat, és mi az, amit csak egy férfi. Ezeket találom meg ezekben a versekben, amit én nem tudok megfogalmazni, és annyira jó, hogy valaki ezt így leírja. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, mert ilyenkor van egy nagyon erős érzelmi tolulás bennem, ami elfolytja a nyakam, vagy tehát hogy nem tudom kimondani, hogy mit érzek, csak hogy érzek, nagyon érzek. És ezt próbáltam megfejteni, hogy ez mi, amikor ezt akarom, hogy akkor, amikor ne így, tehát hogy csak úgy létezz, hogyha én ott vagyok, ha én akarom, és hogy ne menj innen sehová, tehát hogy ez a kisajátítás.